A 3 évtizeddel ezelőtti ruandai népirtás óta nem haltak meg annyian fegyveres konfliktusokban, mint tavaly. Ennek fő oka Oroszország ukrajnai inváziója, áll az Institute for Economics and Peace nevű nemzetközi kutatóintézet globális békeindex jelentésében. Az index csak nem másfél évtizedes történetében soha nem volt annyi halálos áldozata a belső és nemzetközi háborúknak, mint 2022-ben, és Európa is másfél évtizedes mélyponton van. Ha megnézzük a modernkori háborúkat, szinte megnyerhetetlenek, mondja az intézet alapítója és ügyvezető elnöke. Ott van az oroszok afganisztáni inváziója, amit az Egyesült Államok afganisztáni, iraki, szíriai inváziója követett. Assad még mindig hatalmon van. Manapság Ukrajna, ami eléggé patthelyzetnek tűnik. Aztán más konfliktusok, mint Jemen, amelyek már csak nem egy évtizedet ombolnak. Azt hiszem, el kell kezdenünk más, eddig nem lehet megoldásokat, módokat találnunk a béke megteremtésére. Vegyük a mai Ukrajnát. Menjünk vissza 2014-be az első oroszországi invázió, a Krím elfoglalása idejére. Ha akkor Európa országai összefogtak volna, világossá tették volna, hogy mi történne egy újabb invázió esetén, nem hiszem, hogy ott tartanánk, ahol ma tartunk. Oroszország és Ukrajna a világ 10 legbékétlenebb országa közé került, de a háború ellenére Európa továbbra is a világ legbékésebb régiója, a 10 legbékésebb ország közül 7 európai, Izland pedig 16. éve folyamatosan az első.